hát már, hogy ez bizony valóság is nálunk. Megköszönjük mindenkinek, aki abban segített, hogy a mi óvodánk a világon a legszebb lett. Ünnepi műsorral készült a nyírbélteki óvoda Katica csoportja abból az alkalomból, hogy teljesen megújult az óvoda épülete. Az ablakon és a tetőn kívül ugyanis minden szebb és modernebb lett. Új lett a vízvezeték, a járólapok, a lambéria és az akadálymentesített mosdót is korszerűsítették. Mindezt 4 csoportban 115 óvodás élvezheti. A gyerek azt gondolom, hogy jobban is le tudja kötni magát ezekkel az új játékokkal. Bevizsgált játékokról van szó, a telepítésnél megvoltak azok a paraméterek, ami alapján meg kellett a telepítést valósítani, és én azt gondolom, hogy egy sokkal biztonságosabb környezetet jelent, és nagyobb a lehetőség ezeken a játékokon, mint a korábbiakban volt, mert ez egy színes, egy nagyon vidám és nagyon-nagyon sokféle mozgás fajtárad lehetőség. Ezek főleg az új 5 millió forintból beszerzett kültéri játékokra vonatkoznak. Ezeket a Magyar Falu program támogatásával tudták beszerezni, míg az óvoda épületének felújítását egy belügyminisztériumi pályázat segítette. Ebbe egy régóta vágyott sószoba kialakítása is belefért. A sót Parajdról hozták, hogy segítse a légzőszervi megbetegedéssel küzdő gyerekeket. Mindig örülünk, hogyha Nyírbélteken valami új épület születik. Ez egy meglévő épület volt már, ezt felújítottuk. Igazából a 90-es években épült ez az építmény, maga az óda, és annyi problémánk volt, hogy a felső szinten lévő gipszkarton az elengedett, és azt mindenképpen le akartuk cserélni, egyrészt baleset veszélyes volt, másrészt meg esztétikailag csúnya volt, mert beázások is voltak, és a beázást azt meg kellett szüntetnünk, illetve a gipszkartont azt le kellett szednünk, és újat kellett az egészből varázsolni, de mind a két szint felújításra került. Ez már a sokadik óvoda rekonstrukció volt a térségben, mondta a térség országgyűlési képviselője Simon Miklós. Óvodákat 10 programban 1,8 milliárd forintért újítottunk meg, illetve épült is 2 óvoda, az egyik Balkányban, a görögök építették, görög katolikusok, bocsánat, a másikat pedig a római katolikusok építették Nyírbátorban. Ezek jó részére a Magyar Falu program mellett a megyei önkormányzat is biztosított pályázati lehetőségeket. A forráskerete az elmúlt 7 évben a megyében 150 milliárd forint volt, és hasonlóan ez a választókerethez, a településhez nagyon sok fejlesztés valósult meg. Bölcsődei, óvodai programok valósultak meg, energetikai is sorolhatnám azokat a programokat, amik megvalósultak ezekből a programokból. A következő 7 éves forráskeretünk a 166 milliárd forint, tehát sokáig azt mondtam, hogy ugyanannyi, mint az elmúlt 7 évben, de már ez sem igaz, ha nem ennél több fejlesztéssel számolhatunk. Így remélhetőleg más óvodák is fejlődhetnek majd. A nyírbélteki óvoda felújítása 30 millió forintos támogatásból készült el.